Hivatalosan december 1-én pénteken veszi kezdetét a szekszárdi advent, majd az első gyertya meggyújtásával folytatódik a több hetes programsorozat a Vármegye székhelyen. A részleteket a Babits Mihály Kulturális Központban tartott sajtótájékoztatón ismertették kedden. December 1-től 22-ig újra benépesül a Garai tér kiváló programokkal, és egy csodálatos összefogás eredményeként ebben az évben 3 héten át több mint 400 program várja az adventi időszakra kíváncsi városlakókat. A mentálhigiénés műhellyel, mint régi kiváló partnerünkkel, a Német Színházzal és sok-sok más helyi civil egyesület, iskola, közösségi csoport összefogásával próbálunk egy igen változatos, minden korosztály igényét kielégítő programsorozatot összeállítani. Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezető igazgatója a felvezető sajtótájékoztatón részletesen beszélt a programokról, melyen jelen volt Pócs Margit, a mentálhigiénés műhely elnöke is. Abból indultunk ki, hogy a mindennapok embere a nagy rohanások közepette nem mindig tud arra időt szakítani, és nem mindenkinek van lehetősége arra, hogy a belterekben és adott időpontokban, meghatározott, rögzített időpontokban kínált nagyon szép adventi programokra el tudjon menni. Nem, őszintének kell lenni. Van, aki ezt nem tudja megtenni anyagilag sem. Mint hozzátette, ezért is fontosak ezek a szabadtéri események, hogy mindenki lehetőséget kapjon az ünnepi hangolódásra és kikapcsolódásra. Gyurkovics János alpolgármester a szekszárdi advent vasárnap című rendezvényprogram keretében hozzátette. Mindent elkövetünk annak érdekében a lehetőségeinkhez mérten, hogy a szekszárdi lakosok jól érezzék magukat itt az év utolsó hónapjába. A karácsonyra való felkészülés és az advent időszakában való lelki felkészülés is zökkenőmentesen történjen meg. Ezen kívül várják az egy cipős doboznyi szeretet karácsonyi ajándékgyűjtés során összegyűjt csomagokat is. Az ajándékokat az idei év december 18-áig várják. A dobozban lehet játék, iskolai eszköz, édesség, könyv, higiéniai eszköz, bármi, amivel a szeretet ünnepén mosolyt lehet csalni a gyerekek arcára.